Köszöntöm a nézőket. Legutóbb, január elején azzal búcsúztunk, hogy ha valami történni fog a városban, akkor mindenképpen jelentkezünk. Hát történtek dolgok itt januárban, februárban, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy előkapjuk a kamerákat és beszélgetünk egyet polgármester úrral. Hát köszöntöm polgármester urat, és akkor vágjunk bele. Egy elég zűrzavaros kéthetes időszakon van túl a képviselő testület. Egy-két dolgot érdemes lenne értelmezni, illetve megmagyarázni, mert egy kicsit félrementek az információk. Ugye a most megjelent újságban, a költségvetéssel kapcsolatban, ugye az kiment az újságban is, hogy nem fogadták el a költségvetési tervezetet, tehát nem tudtak rendeletet alkotni február 23-án, és ebben az interjúban polgármester úr ugye azt mondta, hogy abban reménykedik, hogy a tartózkodó képviselők a város érdekét veszik előre, és részt fognak venni a megoldás keresésében, és nem egy politikai blokkolást fognak támogatni. Hát úgy tűnik, hogy ez a mondat mégiscsak megvalósult, és kívülállóknak azt hiszem, hogy teljes mértékben értelmezhetetlen, ami történt. Tehát február 23-án 3 igen, 4 nem, 5 tartózkodás, és március 6-án, mintha egy varázsló szállt volna le kerepesre, és egy ilyen kis pálcaütésre 12 egyhangú szavazattal elfogadták. Igaz, hogy egy módosított költségvetési tervezetet, de azért mégiscsak elfogadták. Ekkora pálfordulás nem nagyon jellemző az országban, meg kerepesen sem. Mi történt? Tehát mi volt az, ami ezt az egész folyamatot így alakította? Üdvözlöm szerkesztő, köszöntöm a nézőket. Hát azért párfordulást az láttunk már 2000 évvel ezelőtt is. Tehát ez egy mondhatni gyakori dolog egy a politikai világban. Kicsit messzebbről közelíteném meg ezt, hogy most politikai blokkolás. Hát sajnos láttunk már ilyet. Nekem nagyon fájó pont, hogy gyakorlatilag politikai okokból, mert ez volt mögötte, tavaly a minden idők legnagyobb kerepesi támogatását visszaadatták velem, 590 millió forintos bölcsődő támogatást, ezt azóta már tudjuk, tehát közvetlenül szóba megerősítették megfelelő szintekről, illetve láthatta a lakosság is Tuzson képviselő úr részéről, hogy még plusz pótlást lehetett volna igényelni. Ugye Csömör kapott 300 millió forintot, Dunakaszi kapott 300 millió forintot. Ezek a politikai blokkolások ezek arról szólnak, és ezt tudnia kell a lakosságnak, hogy amennyiben a regnáló vezető sikeres, és meg tudja mutatni, hogy igen, ő gyakorlatilag meg tud valósítani dolgokat, akkor az az ember támogatott a város részéről, és így a következő választáson valószínű, hogy ő irányába fognak gondolkodni az emberek. Na most igen, ezt ki kell mondani, hogy ezért vannak ezek a blokkolások. Nem azért vannak a blokkolások, mert most közvetlenül nem értett egyet, akár Farsang Péternél a bizottsági egyeztetésen azzal, hogy a Hollandia utcát leaszfaltozzuk-e vagy sem. Hát természetesen egyet értett vele. Csak ez a baj egyébként így helyi szinten, hogyha egy erős politikai párt több embert irányítva a háttérben, akaratuk ellenére, mert több esetben ugye ez egy frakciófegyelemnek hívják azt, hogy nem az akarat valósul meg, hanem egy tömbösített pártakarat. Tehát ezért van az, hogy háttérben, hogyha egy párt irányít, akkor nem mindig a város érdeke valósul meg, hanem egy jövőbeli politikai érdek. Na hát itt is ez történt. És azért, ha mondjuk, hogy a politikai érdek, ha én jól értelmezem, az arra irányul, hogy a polgármester urat felállítsák. Hogyne, de hát ezt látja az egész város. Tehát 2021 novemberében indult el ellenem egy pucs, aztán az 2022 júniusában igen erősen kicsúcsosodott, láthatta mindenki, még bűncselekmény elkövetésétől sem riadtak vissza, hogy a Bakai Kálmán esetére utalok. Gyakorlatilag arról már volt szó, hogy én álljak föl, és akkor majd valaki a holdról is látszódó választási eredménynek a farvizén, majd egy előrehozott választással beül a polgármesteri székbe. Ez látható, hogy milyen jól sikerült, milyen ragyogóan sikerült Nagy Tarcsán, ahol gyakorlatilag ugyanez az erő, ugyanez a gondolkodás a hosszú idős Fidesz vezetést lenullázta, és gyakorlatilag elzavarták a Fideszt a városnak nem csak az éléről, hanem a teljes képviselő testületből.
Hát nekem ez megdöbbentő, elkötelezett polgári oldali gondolkodású emberként, de hát sajnos most helyi érdekekről van szó. Sokszor mondtam, hogy a helyi Fidesz érdek az nem a országos, de hát így működik a rendszer, úgyhogy hát nekem most ezzel kell napi szinten megküzdenem, hogy vannak háttérből irányított politikai akaratok, amik most éppen helyesen döntöttek, tehát úgy voltak vele, hogy a korábbi erős blokkolást mindenféle narratívával felpántlikázva részükről, hogy ez miért. Azt értelenében történt egy változás, és hát láthatta mindenki, hogy hétfőn egy értelmes párbeszéd keretén belül szépen nyugodtan felnőtt kerepesi képviselők, vezetők ültek le beszélgetni, és született egy megoldás. Erről szólna egyébként Kerepes. Ja, Sipos György képviselő úr a Facebook oldalán kitett egy posztot, amiben azt írja, hogy ha a 2023-as költségvetési koncepciót széleskörű egyeztetés előzte volna meg, és nem politikai blokkolásnak minősítik, akkor már február végé lehetett volna a városnak költségvetése. Egyébként ez egy jó hangzó mondat, de ugye február 23-a és március 6-a között túl sok idő nem telt el, tehát ebben az időszakban tényleg annyira széles körű volt az egyeztetés, hogy azt a módosító javaslatot, amit ők beadtak, azt elfogadva, legalábbis így tűnik az ő kommunikációjukból, mégiscsak megmentették a várost. Hát akkor ez most hogy történt? Tehát kinek volt itt módosító javaslata, melyik az, ami bekerült most a rendkívüli testületülésre, és ez hogy csatlakozott hozzá a Fidesz frakciónak a véleménye? Ez egy széles körben alkalmazott olyan politikai narratíva vonalnak a megjelenése, ami gyakorlatilag megmagyarázza azt, hogy mi végül is csináltunk valamit, ami nem jó, de az egyébként miért jó. Ez politikai kommunikációs technika, tehát ezzel nincsen semmi gond. Volt egy szkander, amiben gyakorlatilag a költségvetés volt a tét, ami ugye zavart okozott, az az, hogy németi képviselőasszony tervezett egy streetball pályát a Nagyvétre, úgyhogy ezzel párhuzamosan az utcáink meg olyan állapotban vannak, amilyenben. Most ez valóban benne volt az első koncepciótervben, de hát ez a koncepcióterv, azt hogy tudja, kedves nézők, ez olyan, mint mikor leülünk a feleségemmel az asztal mellé, és megrajzoljuk, hogy fog kinézni a házunk. Így fog kinézni a házunk. És utána jön a tervezőmérnök, ebben az esetben Ivics Mihály, aki a pénzügyi osztályvezető, és akkor megmondja, hogy mire van pénzünk, illetve jönnek azok a változtatások, hogy hát ezt ezért nem lehet, ez azért nem lehet, na hát ez is egy ilyen, tehát a januárban a koncepciót fogadjuk el, ami egy ilyen elképzelés. Az nem egy kőbevésre dolog sehol. És utána jön a februári, vagy ebben az esetben ugye márciusi vonal. Hogy széleskörű egyeztetés, tehát ez egy olyan érdekes dolog, hogy egyes képviselők azt gondolják, hogy nekem, nem tudom, ilyen magánjellegű beszélgetést kell folytatnom egyenként a képviselőkkel, hogy most éppen ki, hogy miként álmodozik arról, hogy a saját politikai elképzelése mentén mit szeretne megvalósítani. Tehát egyéb iránt nem zárkózom el az ilyen jellegű egyeztetésektől, mert természetesen beszéljünk a dolgokról, csak azért azt lássuk be, nagyon nehéz megemészteni, vagy egyetlen kezelni, hogyha egy politikai erő, akivel leülök egyeztetni, és most akkor 19. augusztusától beszélünk, időről időre megszegi ezt az egyeztetést. Tehát egyességet, amikor megbeszélünk valamit felső vezetői szinten, és akkor azt veszem észre, hogy őrizzükről ez bármikor megszeghető. Magyarán olyan emberrel leülni, egyeztetni, aki a egyeztetés pillanatában vindikálja magának a jogot arra, hogy ő ezt egyoldalúan megszegheti, hát ez egy meglehetősen bizarr helyzet. Ez gyakorlatilag így történik, és ez nyilván, vagy így történt, és ez így van, úgy van kommunikálva, hogy hát persze mindenki tehet arról, hogy baj van, csak más, tehát ők maguk nem. Sipos György képviselő úrral én úgy gondolom, hogy jó a viszony. Tehát mi egyeztettünk például januárban is,
A korábban minden hónapban egyeztettünk, tehát egyébként ő volt párpolitikai vonalon a kijelölt kapcsolattartó ezzel a tömbösített akarattal, mert itt nem egyéni képviselői akaratokról beszélünk, hanem tömbösített akaratról van szó. Hát igen ám, de ugye hát láthatta gyakorlatilag a teljes város, hogy most a farsangi mulatság alatt a Fidesz elkezdte a kampányát, zászlót bontottak. Ez egy olyan furcsa helyzet volt, hogy bocsánat, tehát most nem értettem, hát akkor nem beszélünk a Gyurival is. Még azóta beszéltünk, éppen tegnap volt, tegnap előtt volt bent, beszélgettünk részletesen dolgokról, tehát én továbbra is partner vagyok, és az értelmes párbeszéd híve, de elvárom másik oldalról is ez történjen. Tehát, hogyha megbeszélünk valamit, akkor ne csak ilyen részemről legyen elvárva, hogy most akkor betartjuk, vagy nem tartjuk be, hanem minden oldalról. Ugye a költségvetésben a beruházási táblázat, vagy a beruházási terv a 131 millió 800 ezer forint körüli összegről szólt, ami ugye nem változott, tehát ezt az összeget kellett tilitolizni. A február 23-án beadott költségvetési táblázat vagy terv, az most mennyiben módosult? Tehát amit most megszavaztak március 6-án, az mennyiben különbözik attól az eredeti táblázatból, és kinek volt nagyon nagy befolyásolása az adott sorokra, hogy az úgy változzon, ahogy változott? Érkezett módosító indítvány, ugye Sipos képviselő úr részéről, illetve Springer képviselő úr részéről a költségvetésre, aztán a bizottsági vita alatt mind a kettő módosító indítványt visszavonták, tehát ők és az általam benyújtott költségvetési javaslat lett módosításokkal elfogadva. Lényegében ami úgy jelentős változás, és szerintem bárki számára elfogadható és jó, hogy támogatni fogjuk az orvosoknak, fizetni fogunk a villanyszámlájukba, gázszámlájukba, mert sajnos rettenetesen elszaradtak az energiaárak, és ez rövidesen majd egyéb kommunikációnak is lesz a része. Hát a másik lényeges dolog, hogy én leültem a Református Egyház ingatlan gazdájával, és gyakorlatilag megállapodtunk abban, hogy 15 millió forintért megkaphatja a város a tisztartói házat. Ez egy, én úgy gondolom, hogy egy vállalható jó dolog, független attól, hogy síralmas állapotban van a tisztartói ház, de gyakorlatilag ingat telekár alatt nem sokkal, vagy telekár alatt a város megkapná. Na most ez egy érdekes helyzet volt, mert én még olyanról nem nagyon hallottam. Hát hallottam már, csak felemeltem a szemöldökömet, hogy valaki, egy vezető megalkuszik egy adott összegről, és akkor a módosító indítványba, Sipos képviselő úr részéről, egy gyakorlatilag vélelmezhetően magasabb összeg kerül be. Tehát most ugye az volt a javaslat, hogy korábban a Franka érában született egy megállapodás a Református Egyház és a város között, hogy a tisztartói házért cserébe majd a város ad 4 telket. Igen ám, de nem csak, hogy 4 telket kellett volna adni, hanem még ezen felül, és ezzel senki nem kalkulált, az ajándékozás után egy illetéket kellett volna kifizetni, egy nagy, már meg nem mondom hány 10 millió forintot, és emiatt megállt az ügy. Ezután úgy döntött a testület, hogy elindulunk a bölcsőde projektbe, és akkor majd arra a területre lesz a bölcsőde építve. Aztán, mint tudjuk, ez is megbukott, tehát ott van a 4 telek. Most úgy előhúzták ezt a javaslatot a képviselő úrék, hogy talán elfogadható lenne, tehát úgy tudom, igen, mondta is, hogy tárgyalta ő is az ingatlan gazdával, hogy elfogadható lenne ez a 4 telek csere, és hogyha megkapják a 4 telket, akkor ők kifizetik az adót. Vagy adjunk nekik 2 telket, és fizesse a város az adót. Ezzel szemben van az én általam letárgyalt vonal, hogy 15 millió forintot adunk érte, és ennyi. Na most ez ki lett véve a költségvetésből, átkerült ez a 15 millió forint egy általános tartalék alakba. Hoztunk egy határozatot, hogy felértékeltetjük a telkeket, tehát aki Kerepesen van, az lakik, az tudja, hogy Kerepesen nem 7,5 millió forint egy telek,
mert ha 15 milliót vesszük egy alapul, hogy én ezt letárgyaltam, akkor a két teleknek az ellenértéke az 7,5 millió forint, és pluszban még fizetnénk az adót. Tehát ez egy olyan érdekes, egy üzleti konstrukció, ami én úgy gondolom, hogy felelősen azért nem nagyon támogatható, mert hát az a lakosságot is képviselni kell. Tehát mire föladunk többet valamiért, ha már a polgármester letárgyalta. Mindegy, ez egy ilyen helyzet, annak érdekében, hogy a költségvetés átmenjen, mert ez a lényeg, a város a lényeg. Ezt kell megérteni mindenki. A városért kell nekünk képviseletet vállalni, nem egy politikai pártért. Ez egy roppant fontos dolog. És ezért hát az értelmes párbeszédnek a vége az volt, hogy lényegében ezzel a két módosítását, az orvos támogatással, meg ezzel a tisztartói házzal, módosítással elfogadódott az a költségvetés, ami az én beadványom volt, a másik kettő meg vissza lett volna a módosító javaslatok. Na most ez az elfogadott beruházási terv, ami a költségvetési tervezetnek vagy rendeletnek a része, ez mit tesz lehetővé ebben az évben? Tehát milyen beruházásokat tudnak megvalósítani, amit egyébként blokkolt volna, nem fogadják el a költségvetést? Ez, ami fontos volt, hogy végre a Halász utcára kerüljön egy rendes szilárd burkolat. Tehát ezt le fogjuk tudni aszfaltozni, ha csak addig nem történik valami nagyon nagy katasztrófa. Fontos volt, hogy a Hollandia telepen történjen már valami fejlesztés, mert hogy eddig nem nagyon történt. Most, hogy először az úgy nézett ki, hogy én beleterveztem 2,5 millió forintot a költségvetésbe, ezt feltornáztuk 5 millió forintra, ezután a megyesi képviselőasszonynak a javaslatára a már imént említett streetball pályának a 5 millió forintos kerete átkerült ide, így talán 10 millió forintból valamit tudunk oda csinálni, valami olyan szilárd burkolatot, ami egy ideig kiszolgálja majd az ott lakókat. Ez szerintem egy nagy eredmény. Illetve több helyen a zárkokat helyre kell hozni, a csapadékvízelvezetéssel foglalkoznunk kell. Nagyon fontos, hogy az intézményeinknek a fűtését ezt korszerűsíteni kell, mert hát mikor jön elő a probléma a fűtés szezonban, akkor viszont szaladgálhatunk szerelő után, ha egy óvodába nem működik a gázkazán, mert akkor szokott lenni a probléma, tehát ezeket ki kell cserélni, mert már régiek. Szóval ilyen dolgokat fogunk tudni megvalósítani. Ebből a 130 akárhány millió forintból hát beláthatja mindenki, hogy nem lehet olyan nagy csodákat csinálni, csak a Bajcsi belekerült 200 millióba. Ebből ugye a LKD alapján, egyedi kormánydöntés alapján kaptunk 100, majdnem 170 milliót. A többit ugye a város tette hozzá önerőből. Ezek fontos lépések. Hát aztán meglátjuk, hogy a végeredményben a kivitelezés az hogy mint fog megvalósulni, mert azért azt tudni kell, hogy az energiaáraknak a robbanása a sokkal erősebb, mint amire kalkulált bárki is. Tehát kalkuláltunk még tavaly ősszel, de nem csak mi, tehát mindenki bizonyos számokkal, és aztán most az összes önkormányzat néz, hogy megérkezik a villanyszámla, hogy te jó Isten, túllépte bőven a keretet. Ez van, ez az egy országos probléma, hát meglátjuk, hogy mire lesz elég ez a pénz. Pályázati lehetőség, de nyilván az ott van, csak ha nincs önrész, akkor nehezebb pályázni. Erre szintén beterveztünk pénzt, csak tudja, nagyon nehéz úgy pályázni, ha nekiugrunk a pályázatnak. Kettő ilyen eset volt az elmúlt évben, megteszünk mindent. Rengeteg órát rászánunk, tervezgetünk, pályázatírót kifizetjük, terveket készítünk, mindennek megfelelünk, beadjuk a pályázatot, és utána visszakapjuk azt, hogy sajnos forrás hiánya. Tehát megfelelünk a pályázatnak, de forrás hiányában elutasítják. Most így jártunk tavaly a óvodával, amely topos pályázat, óvoda átépítés, ez a Meseliget lett volna. Teljesen átépült volna, egy frankó dolog valósult volna meg, minden rendben volt, terveket csináltattunk, a város zsebből kifizette, hogy elindulhassunk, minden rendben van, és utána azt mondták, hogy hát rendben van,
megfelejtetek mindenkinek, mindennek, de hát sajnos nincs rá pénz. Ugyanezt történt a Hold utcának, a Szilas-ligeti útnak a aszfaltozásával, az EBR42-es pályázattal. Rendben van, megfeleltek mindennek, minden oké, de forráshiány van, így nem tudjuk odaadni a pénzt. Tehát ez a nagyszerű, hogy jár, csak nem jut. Ez van most. Ez egy országos probléma, ez nem kerepesi probléma, ez nem megyei probléma, ez egy országos probléma, hogy hiába felelnek meg a települések egy pályázati kritériumnak, egyszerűen, mivel egy nagy politikai helyzet olyan, nincs rá pénz. Polgármester úr, köszönöm a válaszokat és a beszélgetést. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, remélem, hogy segítettünk itt eligazodni a bonyodalmak között. Még egyszer köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!